A vírusjárvány és a karantén miatt a méz iránt meglepő módon megnőtt a kereslet, mivel az emberek ezzel próbálják erősíteni az immunrendszerüket. De problémát is okoz a rendkívüli állapot, mégpedig a fejlődési csúcspont serkentésében, mondta Körmöci Lóránd, aki 15 éve foglalkozik méhészkedéssel. Serkentő etetés, ezt cukorszirupppal szoktuk csinálni, ilyenkor tavasszal is, és azt éjszaka tudnánk, vagy tudjuk beadni, mivel hogy nappal a méheknél rablás veszély alakul ki, mivel hogy úgy azt érzékelik, hogy valahol hordás van, és akkor kijönnek, és ez miatt éjszaka kellene etetni a méheket, de nem tudjuk, vagy csak nehéz, mivel hogy engedélyt kell ugye kérnünk. Az illetékes minisztériumban kérelmeket lehet beadni a kijárási tilalom ideje alatt elvégezendő munkára. A tavalyi termést most értékesítik. A virágmézet 2 euróért jól sikerült eladni. Talán ez egy olyan alsó vagy közepes érték, amivel mondjuk meg lehetünk elégedve, hogyha, tehát szinte ott vagyunk, hogy ez alá azért ne menjen. Volt olyan probléma nagyon sok évben, hogy felvásárlók elvitték a mézünket, és több hónapot, akár évet vártak méhészek arra, hogy az ki legyen fizetve. Most jelenleg konkrétan Kanizsa, vagy ez a térségben a Medinó felvásárolja, és megfelelőnek tartom az árat. A hideg idő márciusban visszafogja a méhes családot, és a fiasítás megsínyli, mivel nem jutnak vízhez és nektárhoz. A fejlődés időszaka pedig eltolódik.